2008-ban kaptam először egy Szélrózsa ingyenes heti jegyet. Középiskolás voltam, és ilyen évvégi jutalomként akkor még csak pár napot voltam ott ezen a találkozón Kőszegen. És 2012 óta pedig dolgozok önkéntesként is a Szélrózsán. A keresztény zenekaroknak a meghívásáért, összeállításáért feleltem. Aztán akkor munkágvezető lettem, a Szélrózsa Tízeknek a tagja lettem, most pedig második alkalommal foghatom össze a szervezőcsapatot. Szélrózsát szervezni igazából nagy öröm. Ahogyan végig gondolom, hára jut eszembe arról, hogy miért is jó azt a Szélrózsát csinálni. Körülbelül másfél év, amíg ez az egész folyamat tart. Nagyon sok önkéntessel dolgozunk együtt, ami lelkesít bennünket. És több mint 50 munkágvezetővel dolgozunk együtt, akik még hozzák az önkénteseiket. És összesen itt a találkozóra 250 önkéntessel vagyunk itt. És azért vagyunk nagyon hálásak, mert egy kicsit mindenki magáénak érezheti ezt a találkozót, aki ebben benne van. És azt érezzük, amikor már itt vagyunk, és amikor megy az öt nap, tényleg ez átjön a résztvevőknek is, hogy miért is jó itt lenni, miért más ez egy kicsit, mint egy másik fesztivál, és hogy reméljük átmegy az az üzenet, amit valóban szeretnénk átadni. Nem én vagyok az egyetlen teológus, de én vagyok a Szélrózsa teológusa abban az értelemben, hogy engem kérnek meg mindig, hogy hozzak ötleteket. Mottóra, és aztán alapigére, amiből kibomlik az egész bibliai háttér. Na és idén az volt a helyzet, hogy én nekem voltak ötleteim, és de a rezonálás kicsit nehezen ment a döntéskor. És végül kiválasztottunk valamit, amit egy idő után elvetettünk. És akkor elindult egy ilyen közös ötletelés, és tulajdonképpen az elég, az most nem az én ötletem, hanem egy ilyen közös random brainstormingnak az eredménye. Ez a 2 Korintusi levélből való Pál apostol igehirdetésének része, hogy Isten azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Az eléghez, amikor elkezdtem erről gondolkodni utána, hogy akkor mégis milyen igékkel lehet ezt majd társítani, kérdőjel, felkiáltójel, pont-pont-pont került, és ez talán mutatja is azt a sok irányt, amiben el lehet indulni. Ez az elég, ez számomra olyan, hogy egy ilyen, valamilyen megnyugvás, vagy egy kicsit olyan beletörődés, elfogadás, és hogy tényleg elég az, amit kaptunk, és hogy azért legyünk hálásak, amit mi most megkaptunk. Vegyük észre, hogy mi az a sok jó, amit mi kapunk az életünkben, amit kapunk a családunkon keresztül, a barátokon keresztül, amit egy gyülekezetben megtapasztalhatunk, amit az evangélikus egyházban, vagy a keresztények között megtapasztalhatunk, és amit a világban megtapasztalhatunk. Nagyon sok rossz dolog van. De mégis vegyük észre, hogy mennyi jó dolog van. Mi az, amit mi Istentől kaptunk, vagy mi az, amit mi Jézustól kaptunk, és kapunk minden nap, akkor ugyan úgy érhetjük az életünket, hogy valóban itt az elég mellett a hála lehet ott az életünkben. Ha nem lennék elnökpüspök, vagy északi-keleti püspök, akkor is itt lennék, mint ahogyan itt voltam már a legelső Szélrózsákon is. Nagyon fontos találkozási lehetőségeknek érzem ezt, és nagyon fontosnak érzem, hogy azok a fiatalok, akik eljönnek egy-egy ilyen találkozóra, sokszor kisebbségi helyzetből, átéljék azt, hogy igenis sokan vagyunk, és egymás hite által lehet erősödni. És amellett a lelki programok természetesen nagy hangsúllyal szerepelnek, de a lelki programok mellett a szellemieket is én hangsúlyosnak érzem. Gondolkozhatunk egyházról, társadalomról, világról, békéről, háborúról, és ez nagyon fontos. Országunknak abban a régiójában vagyunk, ahol az evangélikusság elég nagy tömbben él, a nyíregyházi tirpákok, hagyományosan evangélikusok. Érdekességként jegyzem meg, hogy Nyíregyháza városában az egyes helyrazi számú épület az az evangélikus templom. Ez azt jelenti, hogy az a tájékozódási pont, és azt építették meg talán legelőször, amikor ide érkeztek a szlovák anyanyelvű ősök, és az evangélikusságuk azóta is meghatározó. Persze időközben változott a felekezeti összetétel, de azért még mindig nagy tömbben élnek itt evangélikusok. A szórványokban is, a közeli falvakban is, településeken, és őrájuk mindenképpen építhetünk. Nagyon fontosnak érzem, hogy nemzetközivé nőtte ki magát az évek, évtizedek során a Szélrózsa találkozó. Hagyományosan jöttek mindig Bajorországból, Lengyelországból, Szlovákiából résztvevők, most örömünkre Norvégiából
Svédországból is jöttek, ahol testvéregyházkerületi kapcsolatot ápolunk, de Svédországból is jöttek fiatalok, Németországból is, de egyenesen Kenyából is jött egy olyan misszionárius testvérünk, aki meg is fog majd szólalni. És fontos, hogy az anyanyelvükön is hirdetjük az evangéliumot, tolmácsolás segítségével. Időközben több generációs lett a Szélrózsa találkozó, lelkész kollégáim és barátaim unokákat tologatva vesznek részt, azok, akik még néhány éve fiatal lelkészként voltak a találkozón, és ez így jó, hogy több generációs lettünk. Nagyon családias ez az összejövetel, még ha több mint 2000-en vagyunk is. Három hete fejeződött be a hittantáborunk, és a hittantáborok annyira népszerűek voltak, hogy akik kinőttek belőle, nem akartak tovább menni, és tavaly is probléma volt, hogy rengeteg nagykorú segítőnk volt. Ezekkel a fiúkkal, lányokkal jöttem el. 17-en vagyunk itt, és két kisbusszal, az már önmagában is buli, hogy bepakolni. Hoztunk egy szersátrat, amit felépítettünk, és esténként ott lehet külön beszélgetni. Tehát itt mindenki megtalálja magának igazán kedveset. Aki lelki elcsendesedést és egy kicsit ilyen meditatív dolgokat szeretne, az beül egy szobában meghallgatja a szaxofon koncertet, ami egy áhítattal is felér. Aki szeret egy kis csoportos beszélgetéseket, akkor az áhítat után elmegy oda. Vannak srácok, akik nyilván tele vannak erővel, ők beneveztek mind a kettő rendezvénybe, a focira, a röplabdába, és most izgulok értük, mert hogy tovább jutottak ebbe a rekkenő hőségbe. Úgyhogy nyilván megvan az én korosztályomnak is a maga felelőssége, de hát a legfontosabb felelősség az, hogy elhozzuk egyáltalán a gyerekeket. Ezek a srácok, akik 4 óráig fönt vannak, srácok és lányok, reggel ott vannak az áhítaton. És amelyik jó áhítat, és meg tudja őket szólítani, azt mondják, hogy ez a csávó jó volt. És én ettől boldog vagyok. És mondta, hogy ez a csávó egyik lelkész kollega, de nem baj. Tehát ez nagyszerű dolog. Nyár van, fesztivál van, rengeteg a program. És a teológia, mint műfaj, az nem egy ilyen réteg dolog, hanem széles tömegeket érdekel. Tehát délután 4 órakor egy teológiai előadáson nagyon sokan ülnek ott azért, hogy halljanak olyan dolgot, ami talán mélyebb vagy több, mint mondjuk, ami egy ígéretesbe belefér. Vagy beszélgessenek bibliatanulmányban, és belemenjenek olyan teológiai kérdésekbe, amikre bibliórán lehet, hogy van lehetőség, de hogy tényleg masszívan teológiát hallgatni, teológia iránt érdeklődni, az itt a Szélrózsán egy ilyen természetes dolog. És hogy ezeken a programokon nagyon sokan vannak kérdésekkel, és aktívak, és ez fantasztikus. Szerintem ez mutatja a találkozó lelkiségét, hogy vannak koncertek, vannak beszélgetések, lehet játszani, jól érezni magunkat, és a teológiának természetesen a része. Annyiféle módon megjelenik a teológia, hogy szerintem ez ükrözi leginkább a mi luteránus lelkiségünket és a Szélrózsa lelkiségünket.